Köszöntöm a Terézvárosi magazin nézőit. Önök a Terézvárosi kék híreket látják. Wagner Zsófia, rendőrhadnagy vagyok. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányságán eljárás indult lopásvédségének megalapozott gyanúja miatt. Ismeretlen tettes 2017. április 19-ei napon 21 óra 30 perc körül időben a Budapest 6. kerület Balcsi-Zsirinszky úton található étterem egyik asztalától eltulajdonította az ott hagyott iPhone 6 típusú mobiltelefon készüléket. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a felvételen szereplő elkövetőt felismeri, tartózkodási felelhetőségi helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányságán eljárás indult rablás büntettének megalapozott gyanúja miatt. Ismeretlen tettesek 2017. április 18-ai napon 11 óra körüli időben a Budapest 6. kerület nyugati téri metró kijáratához vezető mozgó lépcsőn a sértett táskájából kivették a pénztárcáját. A sértett észlelte a cselekményt és a pénztárcát visszakérte az elkövetőktől, akik tagadták, hogy azt elvették volna tőle, majd a helyszínről futva távoztak. Az eljárás során az elkövetőkről készült felvételek alapján a rendőrök az elkövetőket beazonosították, majd elfogásuk és gyanúsítottkénti kihallgatásukra került sor. Jelenleg az elkövetők előzetes letartóztatásban várják az eljárás befejezését. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága a kábítószerkereskedelem miatt eljárás folytat három férfi ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint 2017. április 14-én a hajnali órákban P. Balázs, 24 éves budapesti lakos, gépjárművével nekiment egy parkoló autónak a Budapest 6. kerületben található Andrássy úton, majd félreállt. A helyszínre érkező rendőrök intézkedés alá vonták a zavartan viselkedő férfit, akitől több mint 600 g különböző kábítószert, közel 150 ezer forint készpénzt és egy darab őrlőt foglaltak le. A járőrök P. Balást a helyszínen elfogták, majd a kerületi rendőrkapitányságra előállították, és kábítószerkereskedelem büntet miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók kiderítették, hogy a férfi egy Budapest 13. kerület Vág utcai lakásból szerezte be a kábítószert, ahol a rendőrök újabb terjesztőt fogtak el és házkutatást tartottak. M. Mihály 35 éves budapesti lakostól közel 1,5 kg különböző kábítószert, megközelítőleg 200 ezer forintnyi készpénzt, 83 darab ecstasy tablettát, illetve 1263 darab különböző méretű kábítószer tárolására használt simítózáros tasakot foglaltak le. Mielőtt a nyomozók házkutatást tartottak, a lakáshoz kábítószer vásárlás céljából megérkezett S. Zsolt, 35 éves budapesti lakos, aki a rendőrök láttán próbált elmenekülni. Azonban a gépjárműve közelében elfogták. S. Zsolttól 436 g amfetamint foglaltak le. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányságának nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki M. Mihályt és S. Zsoltot, ezt követően a két férfit és P. Balást őrizetbe vették, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk, viszontlátásra!